Nos, hát akkor hát egyfajta ütközet következik. Egy fantasztikus zsűritag, Piero, aki, ahogy én szoktam mondani, inkább őszinte vagyok, mint alacsony, de ez rá nem jellemző, ő inkább őszinte. És hát azért eléggé alulpontoztad az Other Planetet, ha lehet ezt mondani. Először akkor téged kérlek, kérdezlek, hogy miért? Szerintem azért nagyjából elmondtam, bár nyilván a műsoridő miatt röviden tudom ezeket elmondani, és hozzá kell tegyem mindenféle mentegetőzés nélkül, hogy nem feltétlenül és csak az Other Planet zenekarnak szólt ez a dolog. Minden olyannak szólt, ahol ez egyértelműen felfedezhető számomra. És pontosan azért, mert őket is szeretném megvédeni attól, hogy ne érezzék soha magukat ciki előadóként, amikor lehet, hogy nem tehetnek róla. Én nem azt állítottam, hogy egyszerűen odafordultak a lemezgyűjteményhez, és lenyúltak egy dalt, sem ők, sem mások, akikkel ez előfordult, hanem azt, hogy képesek, a közönség képes rájuk sütni ezt a bélyeget, és ez adott esetben Bécsben nekünk is ciki lenne, meg nekik is ciki lenne. Na jó, hát hogy gondoljátok ti? Először is gratulálok a továbbjutáshoz. Hogy született a dal? Mert azért most lehet, hogy többet tudunk. Tényleg így, hogy lemezeket böngésztetek, és akkor ebből mentsük át ezt és ezt, vagy pedig abszolút nem igaz, hanem leültetek valamikor, és megírtátok a dalt. Hát ez a dal ez úgy született, hogy leültünk, és megírtunk, és közben böngészik a lemezeket. Nem. Én úgy gondolom, én is azon a vélemény vagyok, hogy szerintem így a 21. században eléggé nehéz lenne olyan dalt írni, amire valamit nem lehetne ráhúzni. Tehát, hogy valami régebbi dal. Tehát minden szerintem, ami most születik ebben az időszakban, az valamire picit legalább hasonlít. Valamire csak kevésbé feltűnő, hogyha egy olyan dalhoz nyúltok, és ezt akár lehet jó tanácsként is elfogadni, amely nem ennyire nagy sláger. Tehát, hogy ha valaki felfedezi a 80-as évek valamelyik lemezén a B-oldal 3-as dalban rejlő lehetőségeket, a kutya nem jön rá, és közben egyébként valóban lehet kincseket vadászni így is, ha ez a cél. De hogyha csak egyszerűen véletlen egybeesés van, akkor pedig csak egyszerűen sajnáljuk szerintem. Lehetséges, hogy számomra nézve, vagy lehet, hogy túl fiatal vagyok én ehhez, és kicsit szomorú is, de én ezt a számot mielőtt ezt a dalt megírtam, nem ismertem. Mondom, akkor ez így rendben van. Úgyhogy lehet, hogy telepatikus úton jött a fejembe ez. Úgyhogy... De én közben rájöttem még valamire. Az a baj, hogy nagyon karakteres a hangod. Egy nagyon nagy baj. Tudod? Mert hogy jó a hang, és ezért azon a valakivel összehasonlítják, de ez természetesen vicceltem. Mi a terv, a középdöntőre, arról még beszélünk, van egy rövid időnk, ugye lehet változtatni. Akartok-e változtatni a dalon? Valamit lehet finomítani? A dalon nem szeretnénk változtatni. Színpad, most... stb. Hát az, hogy a színpadkép az hogy fog változni, én is szeretném először megnézni, közben hogy nézhetitek is egyébként. Aha. Mit tudtunk nyújtani, és hogy nézett ez valójában ki. Belülről rendben volt? Hogy érezted utolsó gondolat? Hát most a produkcióról van szó, akkor az ének oldaláról lett volna mit finomítani még. Oké, jó. Köszönjük szépen, gratulálunk a továbbjutáshoz. Köszönjük.